Sziasztok srácok, ez Át a célvonalon. Újabb adásunk van, egy nagyon-nagyon érdekes téma lesz szerintem, amit szerintem majdnem, hogy mindenkit fog érdekelni. Először hadd említsem meg a Tailwindnek a szponzorációját, amit ők szponzorálják ezt az adást, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Bióban meg a leírásban ott lesz minden cucc, Át a célvonalon, alsó vonal 10, ezzel a kuponkóddal a Tailwinden tudtok olcsóban vásárolni. Mostani vendégünk Vida Szilvia. Megnéztem, körülbelül 23 tanfolyamot végeztél el, ebben van minden, a gerinctorna, aerobik, spinning trainer, hát ezt nem lehet felsorolni, elég sok minden, de hozzá kell tenni, ezek diplomák, szóval nem ez a nagyon egyszerű vizsgák, ezek nagyon komoly tanfolyamok. Nem egy OK és gyors talpalom. Szilvi, ez nem az, ez nem ahol fagyit tudsz merni. Kuszipinél ismerte meg a Szilvit, ugyanis ők foglalkoznak Veszprémben bike fittinggel, amit nekem egy ismerősöm ajánlott még az első bicomnál, hogy ezt nagyon, ez effektív muszáj megcsinálni, mert nagyon sok beállítás, igen, hogy mondjam, opció nálunk, aki sokat bringázik, és én úgy kerültem kapcsolatba a Szilvivel, úgyhogy nézzük is meg Szilvit, hogy hogyan is épül fel ez az egész. Úgyhogy az első kérdés szerintem mindenképpen a Nitro Tomié lesz. Ó, az enyém. Akkor mielőtt fölteszed a kérdést, Tomi, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszélgethetek veletek, és köszönöm a meghívást, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon jó téma, és remélem, hogy a beszélgetés végére ez mindenkiben megfogalmazódik majd, hogy igen, ez egy tök hasznos beszélgetés volt. Úgyhogy tiéd a szó, Tomi. Ó, köszönöm szépen! Szóval, hogyha vettünk egy bringát, hogyan válaszunk biciklit, hogy elég annyi csak, hogy milyen magasak vagyunk, aztán úgy nagyjából jó lesz, tehát hogy kiválasztjuk, hogy SM, vagy L, vagy akár XL méretű vázat veszünk, és akkor elég ennyi, vagy mit nézzünk meg egy biciklin, vagy ez már, amikor megveszem a boltba, akkor ez már jó, és csak finom hangolni kell, vagy miket kell még egy átlag bringásnak megnéznie? Egy picit, mielőtt válaszolnék a kérdésedre, Tomi, akkor hadd mondjak egy pár szót arról, hogy csöppentem én bele ebbe a folyamatba, és nálunk miért én végzem magát ezt a beállítási folyamatot. Jó, és akkor utána válaszolok neked, mert akkor egy kicsit komplexebben fogok tudni válaszolni. Szóval eredeti foglalkozásomat, illetve a fő foglalkozásomat tekintve gyógytornász vagyok, de mellette a fitnessben is dolgozom, edzőként dolgozom, még aerobik edzéseket, illetve spinning edzéseket vezetek már 20 éve, tehát jó régen, és ezért is van ilyen nagyon sok diplomám, illetve hát továbbképzésem, mert hát nem most kezdtem magát a szakmát. A kerékpár üzletet ugye a férjem üzemelteti már 33 éve, és én napi szinten nem dolgozom bent az üzletben, mert az egyéb tevékenységeim már nem engedik meg azt, hogy én ott részt vegyek az eladásban, illetve az egyéb munkálatokban. Viszont amikor szóba került a Specialized-nak a történetében az a lehetőség, hogy a bike fittinget be tudjuk hozni, mint plusz szolgáltatás az üzlet szolgáltatásai közé, akkor merült fel az a kérdés, hogy na vajon ki csinálja ezt a szolgáltatást, ki végezze ezeket a beállításokat, és közös megbeszélések, gondolkodások révén jutottunk arra az eredményre, hogy egy másik szemüveg, tehát egy olyan szemüvegen keresztül sokkal izgalmasabb lenne a beállítást elvégezni, hogyha nem feltétlenül csak a teljesítményfokozás a cél, hanem amellett még sokkal nagyobb fókusz kap az a dolog, hogy ez egészséges legyen, és a különböző egészségkárosító hatásokat próbáljuk meg minimalizálni, esetleg teljesen kizárni, azáltal, hogy teljesen jól beállítjuk azt a kerékpárt. Úgyhogy ezért lettem én az a személy, aki ennek a folyamatnak a,
a koordinátora, és hát én végzem az egészet. Én már 10 éve, most néztem, hogy felkészültem egy kicsit a számokból, hát 13-ban volt a képzés, úgyhogy már 10 éve zajlanak ezek a mérések, és akkor itt jöjjön az a válasz, amit te mondasz. Igen, szóval mindenképpen először az a jó, hogyha meg tudjuk határozni azt a célt, hogy mire akarjuk használni a kerékpárt. Mert most már hál' Isten a piacon nem csak arról van szó, hogy tudunk venni egy Csepel kerékpárt, és ennyi, vagy mondjuk egy másik kerékpárt, és hanem végtelen a tárház, és nagyon sokféle kerékpárt tudunk elérni, funkció szempontjából is, illetve vázgeometria szempontjából is. Tehát először mindenképpen azt kell megfogalmazni, hogy mire szeretném használni. Szeretnék vele versenyezni, vagy amatőr versenyekre járni, vagy csak éppen fitness jelleggel szeretném használni, országúton szeretném használni, vagy terepen szeretném használni, ne adj Isten mind a két helyen, tehát ezeket mindenképpen kell egy kicsit körvonalazni. És utána jön az, hogy igen, vegyük figyelemben azt, hogy milyen a testmagasságunk, és milyen az anatómiai adottságunk. Tehát itt minden egyes gyártó, kerékpárgyártó már ad egy ajánlást, ad egy mérettáblázatot, ad egy lábhosszúságot, és ez alapján nagyjából meg tudjuk határozni, hogy nekünk milyen méretű kerékpárra van szükségünk. Ha váltó méreten vagyunk, mert ugye az is előfordulhat, hogy mi a testméreteink alapján a két méret váltójánál vagyunk, akkor az a jó ötlet, hogyha inkább a kisebb verziót választjuk, kisebb méretű kerékpárt választjuk, mert ott a beállítási folyamatokban sokkal nagyobb lehetőségünk van mondjuk a kormánystuszinak a méretével játszani, és mégis egy komfortosabb és egészségesebb kerékpáron tudunk bringázni. Tehát ez lenne az első, hogy döntsük el, hogy mire akarjuk használni, mennyit akarjuk használni, és akkor utána válaszunk egy jó méretű kerékpárt magunknak. Most onnantól kezdve, ha ez megvan, onnantól kezdve azért még nagyon-nagyon sok mindent fogunk tudni rajta állítani, és ezt majd szerintem, amikor végigvisszük ezt a beállítást, hogy történik maga ez a folyamat, akkor látszik igazából, hogy fú, mennyi minden ponton el tud csúszni az a dolog, hogy mégis vannak fájdalmaink a kerékpározás során, esetleg kényelmetlen az üléspozíció, vagy vannak olyan esetleg már betegségre utaló tünetek, amik a hosszú bringázás miatt meg tudnak jelenni. És ebben viszont nagyon nagy szerepe van a bike fittingnek, valamint a teljesítmény minél jobb teljesítmény elérésénél pedig valóban ott van az, hogy tudunk átlagsebességet növelni egy jó fittinggel, pedálfordulatot tudunk változtatni, tehát sokkal könnyedebben tudja a kerékpáros hajtani a bringát, kisebb erőfejtéssel tud jobb teljesítményt elérni. Hisz ugye a bike fittingnek ez az egyik célja, hogy adjunk le egy jobb teljesítményt, de mindezt úgy tegyük meg, hogy komfortosan tudjuk használni a kerékpárt, és egészségesen. Tehát ez a három pillér, amit a bike fitting megcéloz. És be lehet állítani egy biciklit úgy, mint mondjuk egy versenyautót, hogy kényelmes legyen, de tehát hogy a versenyre is jó legyen, de van ilyen lehetőség, vagy ez kizárt? Hát ez a cél, persze. igen. De itt ez, amit megfogalmaztál, ez azért nagyon sok kérdést vet azért fel, mert kérdés az, hogy milyen versenyre akarod használni. Tehát itt, hogyha nagyon a szélsőségekben vagyunk, tehát mit tudom én, tudod, vannak ezek a nagyon extrém túrák, na ott azt ne gondoljuk azt, hogy ott nem jelenik meg fájdalom, tehát nyilván kényelmesre fogom tudni állítani azt a kerékpárt, na de a terhelés extrémitása miatt azért nem lesz maradéktalanul az egész verseny alatt kényelem. Érted, hogy mit akarok mondani? Igen. De egyébként igen. Szilvi, figyelj, nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy igaz az állítás, hogy effektív az országúti bringa, az nem egy kényelmi sport, viszont a fittinggel kényelmesebbé teheted, vagy inkább a funkciót nézzük először, mint a kényelmet.
No, akkor szerintem induljunk onnan, hogy hogy történik egy bike fitting, jó? És akkor válaszolni is fogok egyből a kérdésedre. Tehát amikor érkezik hozzám egy bringás, és azt mondja, hogy Szilvi, szeretném ezt a kerékpárt, hogy testre szabd, mert igazából a legjobb definíció ennek a bike fittingnek az, hogy testre szabjuk. Tehát alakít, vagy szabjam úgy, állítsam be úgy a biciklit, hogy a te paramétereidnek a lehető legkényelmesebb legyen. Előtte mindenképpen beszélgetek a bringással, tehát megkérdezem azt tőle, hogy mennyit szokott kerékpározni heti szinten, most nyilván itt a szezon idejét tekintjük alapértelmezetnek. Tehát mennyi bringát, mennyi időt tölt el a kerékpározással, mire használja, milyen céljai vannak, mennyi ideje használja ezt a kerékpárt. Megkérdezem tőle, hogy vannak-e panaszai. Tehát már itt az anamnézis felvételnél már ez szóba kerül, hogy van-e bármilyen panaszod a kerékpározás közben. Nyilván előzetesen feltérképezzük azt, hogy voltak-e előzetesen balesetek, sérülések, műtétek, veleszületett rendellenességek, bármilyen fájdalom. Én mindenképpen meg szoktam kérdezni azt, hogy mivel foglalkozik a civil életben a kerékpáros. Ülőmunkát végez, ez inkább ezért lesz lényeges nekünk, mert aki ülőmunkát végez, az ugye minimum 8 órát azért ott tud ülni a számítógép előtt, és utána ő, ha felül egy országúti kerékpárra, akkor ő tulajdonképpen ugyanazt az üléspozíciót, sőt, még egy kicsit agresszívabb üléspozíciót fog felvenni a sport tevékenysége során is. Tehát, hogyha ezt most én egy gyógytornász szemüveggel nézem, akkor azt mondom, hogy hát nem igazán jó dolog. Most ebben az esetben, hogyha egy ülőmunkát végző embernek állítok be egy országúti kerékpárt, aki mondjuk csak hobbi szinten kerékpározik, és nem akar ő nagy versenyekre elmenni, akkor ő neki egy picikét az ergonomikusabb beállítást fogom preferálni. Tehát nyilván megnézem azt az optimális üléspozíciót, amivel ő a leghatékonyabban, a legnagyobb teljesítményt tudja leadni, de őnála sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni az, hogy egy kicsit egészségesebb üléspozíciót állítsak be neki. Ha azt a választ kapom, hogy hát ő bizony be akar nevezni egy-egy versenyre, komoly felkészülésem van, és tényleg a teljesítmény lesz a cél, hogy minél nagyobb teljesítményt tudjon leadni, akkor ő nála már átgondoljuk azt a dolgot, hogy akkor az ergonomikusabb beállítás kap hangsúlyt. Nyilván, hogyha ülő munkát végez ez a versenyző, hát akkor itt át kell beszélni, hogy mivel tudja majd ellensúlyozni ezt az egyoldalú terhelést. De akkor ez már egy más beszélgetés. Mennyire jellemző, hogy az emberek, ha vesztek egy biciklit, akkor azt egyből elviszik bike fittingre? Hogy nem ez a jellemző, hogy... Nem, hanem próbálkozunk inkább, és akkor majd lesz valami, és amikor már nagyon rossz, akkor fordulunk. Ez a tipikus, amikor már nagyon fáj a fogam, akkor megyek orvoshoz. Effektus is megvan. Igazából ez a második eset van, hangsúly van, de tehát általában ezzel találkozunk, hogy már használom a biciklit legalább egy éve, és vannak panaszaim, és akkor ezt nem szeretném, hogyha tovább folytatódna ez a panaszáradat. De nem azt jelenti, hogy nincs meg az az első opció is, amit mondtál. Tehát állítok úgy is kerékpárt, hogy megveszi a bringás a kerékpárt, és egyből kapásból beállítjuk. Tehát igen, van ilyen is, de sajnos nem ez van túlsúlyban. Én sokszor azt vettem észre, hogy az emberek azért nem mennek el egy ilyen beállításra, mert nem akarnak annyi pénzt kifizetni azért, hogy utána a bringádra kell költeni megint egy rakatnyi pénzt. Igen. Szóval, de ennek szerintem adag oka, hogy nem is nagyon tudják, hogy ez az egész mire jó, ez a beállítási folyamat mire jó, illetve mennyi pluszt tud hozzáadni a kerékpározás élményéhez. És ezért jó, hogyha vannak ilyen felületek, mint például a ti podcastotok, hogy nagyon sok információt lehet kapni róla. Ezért is indítottuk el ezt az egészet, hogy mindenféle. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. És pontosan amiatt
Szerettem volna én egy kicsit erről a fittingről, tehát a beállítások beszélni, mert én azt tapasztalom, hogy a hozzám beérkező bringások nagy részének, itt most százalékos arányt nem tudok mondani, de inkább mondom azt, hogy 90%-ának van panasza. És amikor elkezdtem állítani a bringákat, akkor ugye a férjem, ő, hát, mióta az eszét tudja biciklizik, tehát nagyon régi bringás, és ő azt mondta, hogy persze, hogy fájt a lábam, persze, hogy fájt a derekam. Tehát ez egy ilyen teljesen természetesen vele járó. Igen, hogyha könnyű lenne, akkor focinak hívnák, nem? Persze, így van, tehát teljesen minden. Tehát ez a bringa, igen, fáj a lábam tőle, és kész, pont. És akkor miután beállítottuk a biciklit, akkor azt mondta, hogy ja, hogy ezt így is lehet, hogy nem fáj. És hát igen, szóval hogyha megtapasztaljuk, hogy mennyi pluszt tud adni egy ilyen beállítás, akkor már átértékelődik ez a beállítási folyamatnak az ára, mennyibe kerül. Igen. Szilvi, a történetéről lehet tudni valamit a bike fittingről, hogy honnan jött? Mi a Specialized Bike Fittinggel dolgozunk, tehát én inkább erről beszélnék, ugye Specialized amerikai cég, mint tudjuk, központja Morgan Hillben van, Kaliforniában, és egy olyan cégről vezető márkák között jelenlévő cégről beszélünk, amit hogyha egy bringásnak megemlítünk, akkor abszolút el tudja helyezni a Specialized márkát. Tehát egy olyan cégről beszélünk, aki iszonyú sokat költ az innovációra. Morgan Hillben van egy szélkamrájuk, szélcsatornájuk, ahol iszonyú nagy méréseket végeznek, biomechanikai méréseket végeznek. Többek között azért, hogy egyre jobb teljesítményt leadó kerékpárokat, és a teljesítmény leadásához egyre támogatóbb kiegészítőket tudjanak forgalmazni. Ez a fejlesztés, hát 2010 óta már folyamatosan, tehát a Body Geometry az nagyjából 2010 magasságában indult, és azóta folyamatosan fejlődik, maga a tematika egyre bővül és pontosodik, és egyre pontosabb eszközökkel van kiegészítve. De maga az elgondolás az abszolút, tehát a váza, a beállítási folyamatnak a váza az marad, csak mindig egy picit hozzátesznek a technikai lehetőségekből. A Body Geometry Fit az tulajdonképpen az a fő váza a fejlesztéseknek, és ezekben a kutatásokban kinyert eredményeket használják fel a kiegészítőknél és a kerékpár fejlesztéseknél is egyaránt. Tehát akkor végig is úgy gyártanak vázat, hogy sok embert megmérnek, és akkor hozzájuk igazítják az ő biomechanikájukhoz. Így van. Tehát a méréseknél már most már szoftveresen is adatokat szolgáltatunk be a cégnek, és így nagyon-nagyon sok mérési adat fut be a központba, és ebből fejlesztéseket tudják tovább folytatni. Így van. Igen. Akkor ti is ilyen kamerás módszerrel dolgoztok, ugye? Vagy ez hogy működik? Nem használunk kamerás módszer. Ugye a Body Geometry Fit indult először, és aztán volt egy cég, a Ritül, aminek talán a Krisz a hátad mögött van a Ritül kerékpár talán, de a Ritül kerékpárnak vannak kiegészítő szoftveres lehetőségei, ami azt jelenti, hogy tapancsokat helyeznek fel a kerékpárosa adott helyen, van egy kamera szembe oldalt, és a szoftver figyeli a kerékpározás során a különböző szögeket, térszöget, csípőszöget, és ez alapján fog tudni kalkulálni egy egyre pontosabb üléspozíció beállítást. Én még nem használom ezt a rendszert, a cél az lesz, hogy igen, ezt is használjuk. És akkor ilyen szögmérőt használtok, vagy hogy? Igen, tehát én manuálisan. Mérem meg azt, amit ő a szoftverrel tud mérni. Nyilván van pontosságbeli különbség, de nagyon jó eredményeket tudok manuálisan is megmérni. Igen. Ezt én is rá tudom tárasztani, mivel
a fókusz is ott volt, az első bicom, utána meg is el is múlt a hát, lapocka fájásom, akkor aztán lapockán fájt. És most meg ugye a feltet vittem hozzád az időfutam bringát, és az is elég jó lett. Szóval én úgy veszem észre, hogy otthon az a pénz, én az érdemes kiadni érte, csak viszonyításképp Ausztriában körülbelül 200 eurótól indul egy bike fitting. Szóval ami otthon 30-40 ezer forint, az itt jóval drágább. Igen, szóval nyilván, hogyha itt most szeretném használni ezt a szoftvert, annak van egy bekerülési költsége. Az a Ritül kerékpár, ami mögötted a kivetítőn van, annak is van egy bekerülési költsége. Ez mind-mind változtatja azt az árat, amiért én ezt a szolgáltatást kell, hogy adjam. Így van. Tehát itt meg kell találni azt az arany középutat. Nyilván az lesz nálunk is a cél, hogy be tudjuk szerezni ezeket az eszközöket, úgyhogy dolgozunk érte. Én csak annyit akarok ezt hozzátenni, hogy én itt a karácsonyi nagy szünetben letöltöttem egy programot, vagyis pontosabban megvettem, az egy ilyen egyszerű kis, az Elite-nek egy ilyen beállítós programja, és ugyanígy ilyen szögeket mér be, és az ő tanács alapján beállítottam a bringámat, és lényegesen kényelmesebb lett. Tehát megmondom, az őszintén, mindig, az alfelem mindig elzsibbadt. Aha. Most már nem. Most már nem. És állítottam rajta, és akkor most vettem egy másmilyen ideig Shimano pedálomat, most vettem egy wattmérős pedált, ez már look, és akkor mondom, akkor kipróbálom újra, föltettem rá, beállítottam a kamerát, kellett ugye ilyen tesztpörgetést csinálni, akkor bemért mindent, és akkor megint mondta, hogy mit állítsak rajta, és most már csak ilyen minimális hangolást kellett tennem, és érezhető különbség volt, mint amit én ugye a netről behaláztam dolgokat, hogy ezt így állítsd be, ezt úgy állítsd be, ahhoz képest sokkal jobb lett. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen is megéri. Igen. Kis befektetés. Itt azért az elején elkezdtem, hogy történik a beállítás folyamata. Ez tök jó, amit mondasz, Tomi, hogy vannak ilyen segítségek. De hadd mondjam el a beállítás folyamatát, és akkor itt még mondom, hogy hol tud elcsúszni a dolog, jó? Persze, ez is csak mondom, ez csak egy ilyen nagyon pici, a nagy zsákba csak egy minimális rész, de már azt mondom, hogy ez a kis minimális rész is sokat segített. Sokat segített, így igen, van. Tehát akkor azt mondom, hogy ha egy ilyen, tényleg az ember elmegy ilyen komolyra, akkor az olyan, mint hogy egy teljesen másmilyen bringát kapna vissza, igen. Szerintem. Szóval amikor megvan ez az anamnézis felvétel, beszélgetünk, és úgy nagyjából képet kapok arról, hogy a kerékpáros mire használja a bringáját, és mennyi időt tölt vele, akkor utána meg fogom őt vizsgálni. Tehát ez a vizsgálat, ez egy ilyen állapotfelmérés, fizikális állapotfelmérés, ahol ízületi mozgástartományokat nézek, berűvédülésüket, aszimetriákat, gerincferdülést, különböző mozgástartományokat, azt mondtam. Tehát végignézem tetőtől talpig az egész testet, hogy van-e olyan meglévő anatómiai elváltozás, amit nekem figyelembe kell vennem. Hiába akarok én egy olyan kerékpárosnak egy agresszív üléspozíciót állítani, akinek a csípője már berövidült, és nem fogom tudni azt az izületi mozgástartományt egészséges keretek között mozgatni. Mert és ilyenkor mit javasolsz neki, gyógytornát, vagy bizonyos, hogy menjen el jógázni, vagy ilyeneket? Igen, tehát mindig szoktunk ilyenekről beszélgetni, hogy mivel tudja azt az elmaradást mondjuk javítani. Igen. Tehát van egy állapotfelmérés, és akkor utána én mechanikus görgőbe berakom a bringát, és akkor bringázás közben fogom állítani a paramétereket. Először a legelső, még föl se ült a kerékpáros a bringára, le kell, hogy ellenőrizzem azt, hogy ő neki milyen a medence mérete, és milyen az ő nyerge a kerékpáron. Mert hoztam nektek egy medencét, ez nem a Peti medencéje, meg nem is az enyém, először volt egy ilyen kérdés. Van egy medencénk, és normál esetben a medencének ugye van két ülőgumója, és ezen a két ülőgumón kell, hogy feltámaszkodjon a medencénk a nyergen. Ha ez nem jó méretű ez a nyereg, akkor ez a két csont, nem tudom mennyire látszik. Kicsit fél, úgy jó. Tehát az akkor, tehát a jó méretű a nyereg passzol az én medence méretemhez, akkor föl tud támaszkodni.
a nyeregre, az ülőgumom. Ha véletlenül egy szűkebb nyerget választok valami miatt, vagy egyáltalán ez a nyereg volt rajta a biciklin, akkor az állapot fog fönnállni, hogy az egyik ülőgumom, most ugye ez nem egy, tehát pont egy jó méretű nyereg, tehát nem fogom tudni így demonstrálni, de az egyik nyereg ülőgumó föl tud támaszkodni, a másik viszont nem. És biztos, hogy meg fogja a kerékpáros találni azt a pozíciót, amivel fel fog tudni ülni a nyeregre. Vagy az lesz a megoldás, hogy egy picikét el fogja rotálni a medencéjét, és ezáltal egy picit el fog csúszni, ez így látható? Igen. Jó, vagy az, hogy állandóan fog mocorogni a nyeregben jobbra-balra. Mind a kettő esetben a gát tájéknak lesz egy iszonyú erős terhelése. Most itt fiúk, ugye a kerékpáros fiúknál itt a prosztatának lesz egy fokozott túlterhelése, ami nem szerencsés. Tehát nálatok azért a prosztatának a vérkeringését és a hőmérsékletét nagyon-nagyon kell figyelni, hogy ne legyen ebből később egészségkárosodás. Tehát, hogyha egy rossz méretű nyerget használunk, akkor itt a prosztata terhelése, a gát terhelése miatt előtérbe fog kerülni. Hogyha pedig nagyon széles az a nyereg, mint az adott medence, akkor viszont az ülőgumóról erednek térdhajlító izmok, valamint idegek is mennek lefele, tehát az pedig sokkal nagyobb nyomás alá fogod kerülni az a szövet, és ezáltal zsibbadások, meg ilyen kényelmetlen pozíciók létrejönnek. Tehát maga az, hogy a nyereg milyen méretű, az egy kardinális kérdés lesz itt az egész beállításba. És nagyon-nagyon sok esetben, tehát a beállítási folyamatok, hát itt megint kéne százalékot mondanom, mondjuk 70%-ában nyeregcsere van. Mert nem feltétlenül biztos, hogy ez a kerékpár, amit megvásároltunk, az pont a mi méretünkre van, tehát olyan nyereggel van szerelve, ami a mi méretünk. Úgyhogy Tamás, itt még azt biztosan leellenőrizném majd nálad, hogy az a nyereg az milyen méretű. Uh-huh. Ha, majd kipróbálom. Mondjuk én mindig a nyereg elején ülök, mert ugye én időfutam biciklim van, aztán igazából nem is használom a nyeregnek a hátulját, csak az elejét. Úgyhogy... Igen, most az időfutam bringánál ugye meg rotálódik előre a medence, tehát ott egy olyan nyerget lenne érdemes használni, de itt megint az, hogy mennyit bringázol, meg milyen hosszan ülsz a bringán, aminek egy picit hosszabb lesz ez az ülőzónája. Speciálra a szitéró nyergeket időfutam kerékpárnál, a szitéró nyerget fejlesztettek ide, nyilván van más ilyen fejlesztésű nyereg más gyártónál is. Én most mindig a speciről fogok beszélni. Ó, persze, mert... persze, azt ismered. Beszéljük, vagy beszélgetjük. Szóval a szitéró nyereg kifejezetten ezt az előre döntött, könyöklős támogató, üléspozíciót támogató nyereg. Az időfutam kerékpároknál nagyon-nagyon sokat szerelünk így, vagy változtatunk így, és nagyon meghálálja ez az odafigyelés. Tehát itt még én semmilyen szöget nem mértem, hanem egyszerűen csekkoltam azt, hogy a te méreted megfelelő-e azzal a nyereg mérettel. És ha nem, akkor én kapásból cserélem is a nyerget. Tehát akkor nyeregcserével, vagy a nyereggel indítunk, ugye? Akkor az első. Igen, igen. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon kardinális pont. Készítettem a legutóbbi beállításnál, pont volt egy olyan bringást állítottam, akinek egy szűk nyereg volt föltéve, és csináltam róla videót, miután Krisszel beszéltük, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, mondom, jó lesz ez, hogyha így tudjuk. Majd küld át, és akkor beszerkeztem azt is. Igen, tehát szerkezd be, légy szíves, hogy beállítás előtt hogy áll a kerékpár, hátulról videóztam a kerékpáros biciklizet a görgőben, és hogy áll a medencéje, mennyire van elrotálva. Megcsináltuk a nyeregcserét, mennyit változott a medence állása, és önálló volt még egy olyan paraméter, hogy talboltozata volt nagyon magas, tehát kellett egy picit támogatnom ezt a magas talboltozatot, mindjárt erről is beszélünk, talbetétekkel,
és azzal tudtam egy olyan nagyon szép optimálissá tenni az ő kerékpározási mozgását, hogy abszolút szépen beállt a térde a függőleges pozícióba, és a medencéjét sem rotálta el. Miért baj az nekünk, hogyha el van rokálva a medence? Azért, mert ugye a stoplival rögzítve van a kerékpáron a láb, el van rotálva a medence, tehát lesz egy olyan tényező, aki elviszi a balhét. Ez a tényező az L5-S 1-es közötti porszkorong és a kisizület. Tehát ez a kisizület iszonyú nagy terhelést fog kapni. Tehát ha te állandóan úgy ülsz a biciklin, hogy elrotál a medencét balra, akkor a baloldali L5-S 1 közötti kisizület sokkal jobban összenyomódik, és a porszkorong az jobb oldalra ki fog türemkedni. Tehát ez egy derékfájdalmat simán fog tudni provokálni. Ha ezt még mondjuk megtámogatjuk azzal, hogy ülőmunkát végzel, tehát hogy napközben sem kap annyi mozgást ez a porszkorong, akkor egy porszkorong degenerációs folyamat simán elindulhat, és lehet ennek majd esetleg porszkorong sérva következménye. Pusztán azért, hogy állandóan így állsz, így jussz a nyerekbe. De ezt tovább tudjuk vinni, hogyha nem a derekad a gyenge láncem, akkor az elrotált medence az megváltoztatja a térnek a terhelését is. Tehát sokkal máshogy terhelődik az a láb, amelyik irányba elrotál a medence, más lesz a terhelés eloszlása a térdizületben, tehát esetleg egy térdfájdalmat is tud generálni. Ezért fontos nekünk tudni, hogy mennyit bringázol. Na azt mondod, hogy heti háromszor elmegyek, és ilyen heti két, vagy alkalmanként két órát bringázok, akkor számolt ki, hogy az mondjuk 6 óra biciklizés, 100-as pedálfordulattal mondjuk, mert azzal nagyon könnyű számolni, hány tekerést tesz meg úgy a lábad, hogy nem egy szimmetrikus terhelésben van ez a rendszer. Tehát ez már az idővel fog olyan degenerációt elindítani, ami panaszokat okoz. Akkor megvan, hogy kiválasztottuk a nyerget, tehát a nyereg mérete az jó. A hosszát ugye most belőttük, hogy nagyjából, hogy milyen hosszúságú kell. Mi a következő lépés? Tehát megvan a nyereg, és akkor utána csekkoljuk azt, hogy a stopli az jól van-e beállítva. Mindig leszoktam ellenőrizni, megkérdezem, ki állította be a stoplit, milyen tematika alapján. Én találomra szoktam beállítani, fölrakom, és akkor, hogyha nagyon fáj a térdem, vagy zsibod, akkor állítok rajta. Igen, akkor ez nem a legjobb megoldás ezek szerint. Igen, és jó, ha nem zsibadsz benne, akkor persze, hogy jó. De nyilván azért ennek van egy kicsikét abszolút tudományosabb megfogalmazás, hogy a legjobb beállítani, és miért úgy jó a beállítani. Egyrészt legyen szimmetrikus, illetve még ezt elfejtettem mondani, hogy mikor megcsináljuk ezt az állapotfelmérést, akkor azért ott ellenőrizzük azt, hogy van-e végtaghoz különbség a kerékpárosnál. Pont ezt akartam kérdezni, mert én például csípőficammal születtem, és az egyik lábam az másfél centivel elméletileg rövidebb, én sántítok is egy kicsit, meg olyan, mint a húznám is a lábamat, és erre rájön még egy térdszalag szakadásom is volt, úgyhogy itt halmozott hátrány van. Olyan tényezők, amiket bizony figyelembe kell vennünk, és pontosan azért, mert a stoplival rögzítve lesz a két lábad. És hogyha itt van egy végtaghoz különbség, ugye a végtaghoz különbség lehet strukturális, lehet funkcionális, a strukturális az azt jelenti, hogy a csontoknak a hossza nem egyforma. Combcsontnak a hossza különböző, vagy pedig a lábszárcsontoknak a hossza különböző. Ezt le kell ellenőrizni, van ennek egy ellenőrzési procedúrája, hogy tudom ezt csekkolni, hogy van-e strukturális elváltozásod. Ha van, akkor ennek megvan a tematikája, hogy hogyan tudom én ezt szépen kiszintezni, és kiegyenlíteni ezt a különbséget. Azért, hogyha rögzítem a stoplin a lábadat, akkor az ne okozzon emiatt a végtaghoz különbség miatt egy medence rotációt, és aztán jönnek azok a problémák, amiket ugye megbeszéltünk az elején. Tehát ez még így a fizikális vizsgálatnál, ez nyilván csekkolni kell. Megvan akkor a nyereg, és akkor utána a stopli ellenőrzése, hogy jó pozícióban van. A stoplinak, hogyha rossz a felhelyezési pontja, akkor tud lábzsibbadást okozni. Ennek az az oka,
hogyha nagyon-nagyon előre húzom a stoplit, és a pedálnak a tengelye úgy fog elhelyezkedni, hogy itt az a lábközépcsontoknál az egyes, tehát a nagy lábújnak a lábközépcsontja, vagy az elé kerül a terhelési zóna, akkor bizony itt a lábujjakra kilépő ereket, idegeket fogja nagyon nyomás alá keríteni ez a pedál, és ez lábujzsibbadást okozhat. Tehát megvan itt is az a mérési pont, vagy ez a pont, ahova nekem legoptimálisabbra be kell állítanom a stoplit. Fölülsz a bringára, becsatolod a lábaddal a pedált, és akkor leellenőrzöm, hogy jól van-e a pedál tengelye a te lábközépcsont ízületeidhez képest. Tehát ez egy abszolút könnyen ellenőrizhető tematika. Ha nem, akkor nyilván ezt beállítom, tehát ezzel kezdem, és akkor még mindig nem csináltunk semmit. Tehát ellenőriztük ugye a nyerget, lecsekkoltuk a stopi beállítást, és akkor utána én szoktam kérni, hogy a kerékpárost, hogy kezdjen el kerékpározni. Tehát egyrészt azért, hogy bemelegedjen, másrészt azért, hogy én már előre elsőként kapjak egy képet arról, hogy ő neki milyen a mozgása. Hogy tartja a derekát, hogy tartja a nyakát, milyen a súlypont eloszlása, van súly a medencéjén, vagy inkább a kezén terhel nagyobbat, hogy tartja a kerékpározás közben a térdét, ha mondjuk szembe vagyok vele, akkor a patella az egy függőleges vonal mentén mozog, vagy válvusz irányába tér el, vagy esetleg válvusz irányba tér el. Ugye ez nekünk azért fontos, mert akkor megint más lesz a térdízületnek a terhelése, más terület fog túlterhelődni, és ez megint provokálhat térdfájdalmat. Tehát elkezd bringázni a kedves versenyző, és akkor én közben figyelem, hogy maga a mozgása mit mutatott. Már nagyjából azért már tényleg 10 éves tapasztalat. Ránézel, és abból tudod, hogy mi nem jó rajta. Jó, oké. Nyilván nézem hátulról, hogy tartja a medencét, hogy ül a bringán. Ezt én sem érzem. Tehát mi mindannyian úgy ülünk föl a bringára, ami nekünk ez a legoptimálisabb, meg a legkényelmesebb. Csak amit az előbb megbeszéltünk, ahhoz, hogy az, hogy kényelmes, sok időt töltünk a bringán, az nem biztos, hogy nem fog fájdalmat generálni. Mert hogyha nem jó, akkor ugye az biztos, hogy valamelyik képletet túl fogja terhelni. Megvan a stopi beállítás, akkor foglalkozunk igazából már az üléspozíciónak a beállításával. Itt először a legelső pont az, hogy találjuk meg azt a pozíciót, ahol a nyereg a legoptimálisabb helyzetben van. Itt két paramétert kell beállítanunk, az egyik az, hogy milyen magasra húzzam a nyerget, illetve hogy milyen legyen a távolság a kormányszártól. A nyereg és a kormányszár közti távolság milyen legyen. Most ez a két paraméter egymást befolyásolja, ezt a kettőt szépen egymás után kell, vagy egymással párhuzamosan kell beállítanom. Itt mérek szögeket, tehát térszögeket mérek, valamint az, hogy mennyire jön előre a nyereg, az azt fogja meghatározni, hogy a vízszintes hajtókarnál, a patella pontjánál leengedett függőleges pont, az hol helyezkedik el. Más a beállítás mondjuk egy országúti kerékpár esetében, illetve más a beállítása az időfutam kerékpár esetében. Úgyhogy itt a pontos adatokat ezért nem mondok, nem terhellek vele benneteket. Jó olyan kérdés, hogy mindig az a kényelmes, ami a papírforma szerint is kényelmes? Tehát ha azt mondom, hogy valamit ennyire kell beállítani, és ha én azt odaállítom, akkor az biztos, hogy jó lesz neked. Én úgy szoktam csinálni, hogy megvan, hogy például alsó holdpontnál egy 30 fokos térszög a legideálisabb magasság a nyerek szempontjából. Tehát én meg szoktam mutatni, hogy mi az a legideálisabb pozíció. És akkor itt jön az, hogy van-e egyébként bármilyen egészségügyi panaszod, van-e derékfájdalmad, esetleg van-e nyaki porszkorong sérved, ülmunkát végzele,
meg hogy mit látok rajtad ugye az előzetes fizikális vizsgálatokkal, hogyha itt van olyan tényező, amivel kell kalkulálnom, akkor én ezt a nagyon ideális, pontosan beállított 30 fokot, van, hogy egy kicsit felülírom és berontom, azért, hogy neked kényelmes legyen. Tehát nem minden esetben lesz az a 30 fokos tércög tök kényelmes. Hát, tehát akkor van, akinek lehet, hogy mondjuk a 25 a jó, meg lehet, hogy akinek a 32. A 25 az nem jó. Tehát Aha. Az már egy nagyon magas ülés pozíció. Ja, értem. Tehát akkor lefele rontok be vele. Értem. Bár nagyon érdekes az, hogy nagyon sokat fölfele és távolra kell vinnem a nyergeket. Tehát sok kerékpáros inkább alacsonyan és közeledül a kormányhoz. Ugye nekem pont az időfutam biciklim meg ugye fönt, és hát pont most úgy érzem, hogy jó az ülésmagasság, és ugye előrébb kellett vinnem a nyerget. Igen, az időfutam kerékpár... Teljesen más képülsz. Teljesen más, tehát ott például mondjuk az országúti kerékpárnál, amit mondtam neked, hogy mennyire húzom előre a nyerget, az a patella, tehát van egy vízszintes hajtókar, ott megállítom a tekerést, patella széléhez oda teszek egy függőont, és az a hajtókar szélével kell, hogy egy vonalba essen. Ez az országútinál. Most ez egy időfutamnál, ez egy 5 centivel előrébb kell, hogy kerüljön. Tehát annyival kell előrébb jönnöd, mert a váznak a geometriája ezt igényli. Tehát ebben a pozícióban tudsz leadni a legnagyobb nyomatékot és a legnagyobb erőt tudod kifejteni. Akkor, hogyha ide állítom. Tehát ezért így van különbség abban, hogy időfutam kerékpárt állítok, vagy pedig egy országútit. Igen. Tehát, hogyha meg tudtuk találni azt a pontot, a tök ideális pontot a nyeregnek, akkor folyamatosan figyelem azt, hogy tartod a derekat, hogy tartod a térded. Párhuzamosan, valgúzva, ezt megbeszéltük. És nagyon sok esetben, hogyha már a nyeregnek a pozícióját jobbá tudtam tenni, vagy pontosítani tudtam, akkor már nagyon sokat leveszek ezekből a járulékos negatív jelenségekből. Tehát sok esetben befele megy a tér, jó pozícióba húzom a nyerget, és már sokkal szebben mozog a tér. Úgyhogy ezt nem mindig kell tabletitekkel korrigálni. Ha ez megvan, akkor utána foglalkozunk csak a kormányszárnak a méretével, dőlésszögével, mert hát nem a kormányszárhoz állítom a nyeregnek a pozícióját, hanem a nyereg pozíciójához állítom azt, hogy milyen hosszú kormányszára van szükség. És akkor itt megint a válnak a szögére vagyok kíváncsi, hogy éred el a kormányt, milyen a hátadnak a vonalvezetése, hogy tartod a nyakad. Tehát mondjuk, aki azt mondja, hogy hát igen, szokott fájni a nyakam, annak nem fogok olyan iszonyú nagy agresszív üléspozíciót állítani, mert annak még inkább fogom terhelni ezt a területet. Úgyhogy nyaki porszkorong sérvet is nagyon szépen össze lehet szedni egy rossz beállítással, egy rosszul megválasztott méretű kerékpárról. Tehát egy sokkal nagyobb méretű kerékpár, ami hosszú, sokkal nagyobb terhelést ad a egy adat bizonyos nyakcsigolyára, és pillanatok alatt össze lehet hozni ilyen jó kis fájdalmakat. Úgyhogy ezért ezek fontos paraméterek, igen. Ha sikerült belőni a kormányszárat, én először úgy szoktam használni, hogy vagy úgy szoktam nézni, hogy amiben van kormányszár, ott az működik-e. Hogyha ott kell változtatnom, akkor van egy nagyon, nagyon jó kis mobil stucni, ami egy olyan eszköz, aminek a hosszát is tudom változtatni, meg a dőlésszögét is elfelejtettem felhozni, tök jó kis eszköz. Tehát akkor kicserélem a kormányszárat erre az eszközre, és ott nagyon pontosan be tudjuk lőni, hogy melyik az a méret, ami neked a legideálisabb lesz. És akkor tehát miközben te tekersz, ahogy a görgő által, ezért meg tudod tapasztalni, hogy mit jelent egy hosszabb, vagy egy rövidebb, vagy egy picit magasabb kormány stucni. Úgyhogy ezeket nagyon szépen lehet látni, és meg tudod tapasztalni. És akkor, hogyha minden megvan már, tehát megvan a nyeregnek a helye, megvan a
kormánynak a helye, minden tök jó, pontos, precíz, akkor még mindig csekkolom azt, hogy hogy tartod a derekat, hogy tartod a hátat, hogy tartod a nyakad, megfelelő méretű-e a kormányod, azzal általában nem szokott probléma lenni, tehát az egy tök jól szoktátok kiválasztani, hogy milyen méretű kormány szükséges nektek, és akkor ott még szoktam azzal sok időt eltölteni, hogy hogy tartod a tekerés közben a térded. És akkor itt van az a paraméter, hogy a fizikális vizsgálat során mi megnézzük azt is, hogy milyen a talboltozatotok. Itt főként a hosszanti boltozatra vagyunk kíváncsiak, tehát erre a boltozatra, ami ugye itt alul van, mert a talpizmok teljesen máshogy dolgoznak kerékpározásnál, és máshogy dolgoznak mondjuk, amikor sétálunk vagy futunk. Amikor tolom lefele a kerékpárt, tehát nyomom lefele a pedált, akkor ezeket a hosszanti boltozatot fenntartó izmok ellazulnak. Amikor húzom fölfele, akkor megfeszülnek. Minél magasabb ez a hosszanti boltozat, annál nagyobb lesz a pronációs, szupinációs játéka a lábadnak. Ez nyilván a térdizületben egy plusz rotációt fog majd eredményezni. Tehát akinek magas ez a hosszanti boltozata, ő sokkal inkább lesz hajlamos arra, hogy válgusz irányba tolja befele a térdét a kerékpározás során. Most ezt a jelenséget a talbetétekkel nagyon jól lehet szupportálni, tehát szépen meg tudják támogatni, ugye ez is egy body geometric fejlesztés, és én ezt, hogyha szükséges, mindig meg is szoktam mutatni a bringásoknak, mert úgy talbetétet nem lehet véleményezni, hogy meglátni a polcon, hogy hú, de szép a csomagolása, tehát nem fogod tudni, hogy most ez miért jó ez nekem. Viszont, hogyha megtapasztalod, hogy mit tud nyújtani, akkor az már nem lesz kérdés. Tehát ezt most én egy zöld talbetétet hoztam, nem tudom, ez mennyire látszik így. Ezek a talbetétek három méretben találhatóak a specinél. Van egy neutrális, van egy közép-magas boltozatot támogató, és egy magas boltozatot támogató talbetét. A magas a zöld, a közép-magas az a kék talbetét, és van a piros, ami egy viszonylag alacsonyabb boltozat. És aki lúdtalpas, annak milyen való? Hát a lúdtalpasa nem, most jelen esetben ugye nem játszik nekünk, mert máshogy dolgozik. Tehát itt most pont, hogy a magas boltozatot kell megtámogatnom, mert ezt a plusz mozdulatot kell kivennem. És az emberek nagy része, 90 nem tudom hány százaléka, egy picit a belső talpéle, egy ilyen egy-másfél fokkal meg van döntve. Tehát ez antropológiailag így vagyunk most már nagyjából felállítva a lábunkra. És a specinél például a kerékpáros cipőknek is ugyanígy a body geometry fit know-how-ját átépítve a cipőgyártásban, a belső talpél, az másfél fokkal meg van emelve. Tehát nem egy neutrális talpról beszélünk a specialized cipőknél, hanem egy picit döntött talpél. Akkor azért eleve számolnak ezzel a dőléssel. Igen, eleve számolnak. Tehát ez eleve be van építve. Így a talbetét is picit meg van döntve, és itt a hosszanti boltozatnál ad egy nagyon erős, masszív támogatást. Tehát kiveszi ezt a pronációs, szupinációs mozdulatot, és kiveszi a plusz térd rotációt. Tehát nagyon az a videónak az lesz a vége, amit majd küldök nekem, hogy tök szépen beállt már a dereka és a térde a kerékpárosnak a beállítás folyamán is, de még mindig az egyik térde egy picikét bement valgúzva, és akkor a végén az volt a vége a beállításnak, hogy betettük a talbetétet, és azzal vált tökéletessé a mozdulata, a kerékpározás mozdulata, tehát a térde is úgy mozgott, ahogy az, annak mozognia kellett. És ezzel tudjuk így szépen levenni ezeket a plusz terheléseket, amik nem kellenek oda, hogy ne fájduljon meg a térded, a csípőd, a derekad, és fölfele tovább a nyakad, vállad. Jó, tehát itt ez a vége, hogy amikor már minden a helyére kerül, akkor is még nézzem meg a te mozgásodat és az egész mozdulatsort, hogy hogyan tudsz te
kényelmesen tekerni. És így szokott az, hogyha ezt így össze sikerül összerakni, mert pedig sikerül, mert addig variálunk, hogy mindenkinek is sikerüljön, akkor fog kényelmessé válni a kerékpározás. Igen. Időben milyen intervallum egy ilyen beállítást, mivel kell számolni? A másfél óra az mindenképpen szükségeltetik. Itt sok mindenen múlik ez az időfaktor, például a kormány tuszni van, mennyire kell játszanom. Kell cserélnem, nem kell kicserélnem. Tehát ezek a szerelési folyamatok azért tudnak időt elvenni, de másfél-két óra az nagyjából elegendő. És ezzel még mindig nincs vége a beállításnak, mert itt nyilván meg tudod tapasztalni ezt a pozíciót, de ez egy görgőben történő bringázás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy utána használd ezt a beállítást, menjél vele, ne egyet, ne kettőt, hanem legalább 100-200 kilométer legyen a lábadban, mert szerintem annyi időre szükség van, hogy te ezt meg tud fogalmazni, hogy valóban most ez tényleg jobb lett az a tünet, vagy esetleg elmúlt az a tünet, vagy jobban érzem és hatékonyabbnak érzem magam. Ami elő szokott fordulni, az, hogy azt mondják a bringások, hogy teljesen máshogy fáradok el az új beállítástól. És ez egy teljesen normális dolog, hisz megváltoztattam az üléspozíciót, tehát megváltoztattam az izmoknak a terhelését. Tehát máshol lesz izomlázad, máshol érzel fáradtságot az elején, de aztán ez nyilván adaptálódik a tested, izmod, és aztán utána ez elmúlik. Úgyhogy utána szoktam kérni egy visszajelzést, és hogyha kell még ott egy pici finom hangolás, mert nyilván a gyakorlat során fogod te ezt megtapasztalni, hogy oké, minden oké, ha ott még marad benne egy olyan, hogy hát még egy picit ezen változtassunk, akkor van egy ilyen visszamérés, az nyilván egy rövidebb folyamat, azaz ebben az árban benne van, de akkor ott még egy picikét utána állítunk, és akkor az simán lehet így orvosolni ezt a maradandó tünetet. Én azt szeretném még kérdezni, hogy sokan vannak abba a tudatban, hogy most ti beállítottok egy biciklit, akkor ez majd a következő bringájára is jó lesz, hogyha esetleg ugyanilyen méretűt vesz. Ez igaz lehet, vagy minden bringát be kell állítani? Hát az az igazság, hogy ha megnézed... Bocs, hogy a szabadba vágok, legalábbis most, amiket elmondtál, akkor az ülést, azt tudom, az biztosan jó lesz, a maga az ülés mérete. Talán még az ülés magasság is jó lehet. Az a baj, hogyha nem ugyanazt a típusú és méretű kerékpárt választod, akkor ott nem ugyanazokkal a szögekkel fogsz találkozni a váznál. És innentől kezdve viszont nem lesz ugyanolyan az üléspozíció. Tehát a válaszom az, hogy nem nagyon tudod áthúzni ezt a mérést. Egy picit segít nekünk, de újra kell mérni az egészet. Akkor nem tudjuk megúszni. Nem tudod úszni, sajnos. Szilvi, és a triatlon bringáknál mekkora kihívás jelent nektek? Például ott van a könyöklő is, ugye, amit országúton is használnak, de azért... Én nagyon szeretem, szeretem az időfutam kerékpárokat beállítani, mert iszonyú látványos az eredmény. Tehát én ahány bringát beállítottam, mindenki azt mondta, hogy fú, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, mert tök jó. Tehát ott nyilván folytatódik a tematika, ugyanez a beállítási folyamat az időfutamnál is, csak ott a végén még ott van a könyöklő. Tehát ott be kell állítani a könyöklőnek a szélességét, elérését, tehát ennek is megvannak a paraméterei, hova illeszkedjen a könyöktámaszolt, könyöktől 5 centire, stb. Nem ragozom ezt ennyire, tehát ennek is megvannak a abszolút pontos beállítási paraméterei. Akkor vagyunk gondban, hogyha nem egy időfutam kerékpárról beszélünk, hanem mondjuk van egy országúti kerékpár, és azt szeretném használni könyöklővel. Ja, igen, én ettől például teljesen rosszul vagyok, tehát hogy hát, nem áll össze, hogy most könyöklünk, akkor nem. Mert amit ugye te is mondtál, hogy egy időfutam vagy egy triatlon kerékpár olyan vázgeometriával rendelkezik, hogy támogassa utána a futást. Igen, igen. Tehát azért kell egy ilyen geometriával terhelni, illetve magát, hogy a könyöklőt is tudjad használni, és úgy tudjál hatékonyan
teljesítményt leadni, tehát ehhez egy teljesen más ülés pozícióra van szükség. Tehát, hogyha én egy országúti kerékpárt akarok megerőszakolni, mondjuk egy könyöklővel, akkor ezt valamelyik tényezőjét be fogom rontani. Tehát azt nem fogom tudni maradéktalanul megcsinálni, hogy könyöklővel is maximálisan hatékony legyen az az ülés pozíció, illetve a kormányfogásban is hatékony legyen, tehát a normál funkciójában. Én ilyenkor azt szoktam, meg szoktam kérdezni, hogy milyen mértékben szokta használni a könyöklőt. És ha azt mondja, hogy hát nem az a hangsúlyos, hogy könyöklővel bringázok, hanem rendes funkciójában használom a bringát, akkor az lesz a hangsúlyos, tehát odaállítom, és azt rontom egy picikét le. Mennyire ajánlott különben, hogy legyen rajta könyöklő egy országútén? Ez ajánlott, vagy inkább felejtsük el? Hát én nem szeretem. Meg ronda, ne rakjatok az országúti könyöklőt. Ronda. Ronda. Ha erő kormány lapított, legyen ennyi elég. Vagy igen, vegyetek triatlon bringát. Igen, de ezt tudom, hogy miért van ez így, mert tudom azt nagyon jól, hogy két kerékpárt finanszírozni, ráadásul egy triatlon bringa megint bekerülésben nem egy olcsó kategória, szóval ez így a finanszírozási kérdése, hogy most tudsz finanszírozni két bringát, vagy nem? Nem? Szóval ez igen. De nyilván volt már olyan, hogy beállítottuk a könyöklőt, tehát megkerestük azt a legoptimálisabb helyzetet, nyilván ilyenkor kommunikálom azt, hogy ez most nem a papírforma szerinti 30 fok, és minden ott van, ahol lennie kell, hanem valamit itt kell csalnom a rendszerben, hogy tud használni mondjuk egy országúti nála könyöklőt. Én azért egy ideje ismerlek, és a Stráván azért látom, néha-néha azért elmentek tekerni. Mennyi megy a hobbi bringára? Mennyi időtök jut versenyezni, így a bolt mellett? Versenyek? Versenyre nekem nincs energiám, megmondom őszintén. De ez abból amiatt van, hogy hát nem vagyok már 20 éves. Tehát én 52 éves vagyok, és a Covid előtt nekem kutya sok edzésem volt, tehát heti 13 edzést vezettem, és tényleg arra volt nekem kapacitásom, hogy hétvégén, ha volt kedvem elmenni biciklizni, akkor ez egy ilyen nagyon jó leső bicikli legyen. Tehát semmiképpen nem kívántam emellett a terhelés mellett azt, hogy most én még bármilyen versenyen én megmérettessem magamat. De ez, mondom, inkább itt a mentális és a fizikális fáradtságból adódott nyilván. Most azóta változott azért ez a helyzet, mert vettem vissza a terhelésből, most már is 13 edzésem, tehát most már kicsit talán hangsúlyosabbá is válhat az, hogy a szabadidőmben többet kerékpározok, de én szeretek sokfélét sportolni, tehát nem csak erre az egy sportra fókuszálok, és ezért nekem nem fontos az, hogy most mennyi kilométert megyek. Na, van egy nagyon-nagyon jó biciklim, egy speci tarmakkal megyek, hát álmaim, de továbbja, minden oké. Tehát nagyon szeretem, jó esik elfáradni, függ attól, hogy most mikor tudunk elmenni biciklizni, nyilván minimum 30-40 kilométert azért tudunk menni. Százasokat, azokat nem szeretem, mert már az sok nekem. Tehát biztos nincs jól beállítva a biciklid, és elzsibbad mindenek. Igen, amikor beállítottuk a biciklit, akkor az egy érdekes dolog volt. Igen, ja. De a Balázssal, a budapesti kollégám az egyik beállítási tanfolyamon beszéltük, hogy Balázs állított létsz, és a bringámat lehet magamnak, és se tudom beállítani a bringát. És nem tudtunk erre időt szakítani, vagy nem találtunk olyan időt, amikor meg tudjuk ezt valósítani. És hát Peti állította az én kerékpáromat az én instrukcióim alapján. Úgyhogy szerintem jól van beállítva a kerékpár. Azt azért megnéztem volna, amikor a Peti egy nagyon próbringás, meg egy nagyon próbbeállít. Gondolom volt azért, amiben nem értettetek egyet, vagy ott az van, amit te mondasz. Ő maximálisan elfogadta,
Pontosan amiatt, hogy amit mondtam nektek, hogy amikor megcsináltuk a tanfolyamot, akkor nyilván, hogy megcsináltam a tanfolyamot, akkor kellett nekem X mérést csinálni gyakorlásként, amit el kellett küldenem a központba. És hát nyilván családtagokon, barátokon kezdtem el ezeket a méréseket, és hát Peti volt az első, szerintem, akinek beállítottam a bringáját, és hát jellemzően sokkal alacsonyabban ült, mint ahogy kellett volna, és akkor először így tényleg ilyen kicsikét óvakodóan, de jó, igen, állítsd be úgy. És amit mondtam neked, hogy ő megfogalmazta, hogy neki fáj ez, fáj az, de hát ez egy több természetes dolog, mert hát bringások vagyunk. És akkor miután megcsináltam a beállítást, akkor mondta, hogy ja, hát itt nem fáj. Ja, hogy az átlagsebességem sokkal jobb lett. Ja, hogy nem savasodok el annyira, nem fáj, sokkal többet tudok menni ugyanazzal a tempóval, és akkor ott azt mondta, hogy ja, akkor oké, jó. Szóval mindig is elfogadta azt, amit mondok, támogatott benne, és meg is tapasztalta mindjárt az elején, és ezért így abszolút mellszélességgel mellém állt. És rendszeresen minden biciklije be van állítva természetesen. Úgyhogy ha van egy új dinga, akkor azzal kezdjük, hogy testre szabjuk. Igen, igen. Szerintem elég komolyan kiveséztük ezt a témát. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy bike fitting. Ha a Veszprém környéken jártok, akkor kuszi kerékpárkereskedés. Azt nagyon szeretem, nagyon szeretek a Petihez följárni, nem csak a bringákról beszélnem, a kézlabdáról is, na de mindegy is. A videó leírásában majd beírjuk, vagy berakom a linketeket. Jó, köszönjük szépen. Szilvi, nagyon szépen köszönjük, hogy vállaltad ezt a kis beszélgetést, és hát én mindenkit arra búzítok, hogy akkor bike fitting ezerrel. Annyira nem drága, szerintem ez vállalható összeg. Aztán jövő héten találkozunk. Srácok, köszönjük szépen, ez volt az Át a célvonalon kövi adása, Tomival és Szív, vagyis Szívvel és Tomival. Úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, szia Szilvi! Köszönöm szépen, sziasztok! Hello! Hello.